Jöjjön egy vadonatúj magyar találmány, amelyet az edzőként már ismerté vált Wagner Ikrek egyik tagja Ádám álmodott meg. A labdarúgás stílus technikai elemeiből precízen kidolgozott program egyre nagyobb teret hódít az urak és a hölgyek körében egyaránt. Az új mozgásforma könnyednek egyáltalán nem mondható, azonban biztosak vagyunk benne, hogy a kezdők is minden nehézség nélkül rögtön megtalálják a bal, illetve a jobb lábukat. Itt egy újabb sportőrület, amely a labdarúgó edzőként már ismert Wagner Ádám fejéből pattant ki, pont úgy, mint egy labda. Ez pedig nem más, mint a fit futball. Az ágyon feküdtem, és egy éjszaka jöttem erre rá, hogy ha már 12 éve edzősködöm, mint labdarúgó edző, akkor valami újat hozhatnánk létre. A világ legnépszerűbb sportágát, a világ legnépszerűbb életformájával vegyítjük. És mielőtt azt gondolják a tévé előtt ülve, hogy ezt ilyen egyszerű dolog volt megalkotni, rosszul gondolják. Mert az ötlet kidolgozása azért ennél sokkal nagyobb munka volt, amelyben van egy fontos tényező. Az volt még bennem a gondolatkör, hogy egy labdarúgó, egy olyan játékos, aki úgy nő fel egész életében, hogy egy külső szemétől kap megerősítést, aki az edzője, soha nem tud önkontrollt gyakorolni, tehát soha nem látja saját magát. És akkor eszembe jutott, hogy tulajdonképpen egy aerobik jellegű óravégzés során teljes kontroll alatt van bárki. Vagyis még tudatosabb lehet a mozgástanulás. Miközben a labdarúgó mozgáskultúra stílus technikai elemeit gyakorolhatjuk különböző formagyakorlatokon keresztül, kondicionáló és zsírégető hatással, jó hangulatban, zenére. Az órának a felépítése ugye aerobik jellegű, van egy labdás bemelegítés, minden egyes gyakorlatot labdával végzünk, és utána egy ilyen technikai és kondicionális, úgy van, hogy hullámvölgyön megyünk keresztül, tehát terhelés emelkedés, terhelés csökkenés van, egészen pontosan labdarúgó formagyakorlatokat, lábfej-labdaérzéket fejlesztő gyakorlatokat, labdaügyességi gyakorlatokat, labdás koordinációs gyakorlatokat, labdás erősítő, labdás stabilizáló és labdás nyújtó gyakorlatokat végzünk, tehát különféle blokkokból áll az edzés. 12 éves kortól 100 éves korig bárki járhat az órákra, férfiak és nők egyaránt. Farkas Lilla kezdőként csöppent bele a fit futballba, és már az első órán megismerkedhetett a labdarúgó mozgáskultúra alapjaival. Én a táncos sportokban tevékenykedem edzőként is, de hát a labda szeretetem megmaradt, és így ezt egy remek lehetőségnek találtam, hogy a kettőt ötvözzem, hiszen zenére végezzük, és akkor így a labda is ott van. Egy olyan volt, mint egy labdarúgó edzésnek egy labdás ügyességet fejlesztő szakasza, de még így is nőknek is, kezdőknek is remek lehetőség. Ha valaki olyan célra jön ide, hogy fogyjon, azt itt elérheti. A nőket pedig úgy tudnám ide becsalogatni, hogy volt egy életleni kimutatás, hogy a labda a legerősebb motivációs eszköz. Azáltal, hogy itt végig labdával dolgoznak, akár a hölgyek is, a koncentrációjuk az egész órán fent van tartva. És ugye ezáltal, hogy folyamatos motiváltság alatt van a hölgy is, ezáltal az életleni hatás az garantált. Garantált bizony, hiszen a résztvevőkről 10 perccel órakezdés után már szakadt a víz. Vári Zsolt korábban profi labdarúgó volt, a Kelen SC-ben futballozott, sérülés miatt abba maradt a karrierje, de itt megtalálta számításait. A fiatalok számára egy kiegészítő sportág, akik még komolyan veszik a focit, azok számára egy készségfejlesztő, technikai fejlesztő programot ad. És hát igen, az idősebb kiöregedett. Annó magukat focistának hitt emberek számára is jó, mert tényleg itt vagyunk, mozgunk, van labda, ami motivál, tehát abszolút pozitív a benyomás. A módszertani újításokat kedvelő Wagner Ádám 12 év labdarúgó edzői tapasztalatát labdába vetve arra jutott, hogy a profi labdarúgóknál is bevethető a fit futball. Mivel dolgoztunk ugye NB1-es utánpótlásban is, és láttam a felnőtt NB1-es csapatokat. Azt gondolom, hogy az ilyen, főleg a téli felkészülési időszakban, amikor ugye különféle száraz, kinti futásokat végeznek a játékosok, amit dögunalmas, és a kondicionális részeket, amit csak erősítő termekben végeznek, hogyha ilyen jellegű órákkal a profi labdarúgók akár NB1-ben, NB2-ben, NB3-ban alkalmaznák, sokkal sokrétűbb és színesebb lehetne a felkészülés. A kapu és a gól ugyan hiányzik a foglalkozásokról, de higgyék el, találnak ellenfelet a 60 perc alatt. Egyet biztosan. Itt egyetlen egy ellenfelet kell leküzdeni az óra alatt, az pedig mindenkinek saját maga, és hogy a labdával kell barátságban lenni. Ugye az a jelszavunk, hogy a labda szelídítés művészete, tehát hogy valahogy meg kéne szelíteni úgy ezt a labdát, hogy közben izzadunk, hát ez nem egyszerű feladat.